Kiállítással zárult az egyhetes palettat a művészeti tábor. A tábor ideje alatt öt a művészet életében meghatározó korszakkal ismerkedtek meg a gyerekek. Először elméletben, majd a gyakorlatban is megcsillogtathatták a kreativitásukat. Nagyon szép hét van a hátunk mögött. Volt egy nagyévű tervünk, hogy kísérleti művészettörténetet gyakoroljunk, tehát a művészettörténetnek bizonyos pillanatait, bizonyos nagyobb, fontosabb fejezeteit egy kicsit jobban földolgozzuk, megálljunk az időszalagon, és erre egy múzeum nagyon-nagyon alkalmas közeg, hiszen egy kultúrtörténeti háttér áll mögöttünk, a múzeumnak a gyűjteménye, a kiállításoknak az anyaga, amit megint csak segítségül tudtunk hívni, a munkatársainknak a segítségére is számítottunk, és így próbáltuk meg azt, hogy a gyerekek belehelyezkedjenek egy-egy korszakba, kiválasztottunk öt ilyen nagy korszakot, illetve alkotást, az őskor művészete a barlangfestményekben, a görög vázáknak a meséi, a vázaképei, itt egy kontrasztos világ, ugye a vörös és a fekete ellentéte, ez megint csak egy másféle művészi megközelítés, mint az őskoré. Utána következett a kódexeknek a világa, ez a kifestőkönyvek, a tipográfia, az aranyozás, egyébként talán ez a napunk sikerült a legjobban az összes közül. Tehát kísérleti jelleggel alkottunk újra bizonyos ismert műalkotásokat, vagy korszakokat. Pénteken jutottunk el például az expresszionizmusig, és erre is vevők voltak a gyerekek. Számunkra, akik a tábort kitaláltuk, a tábort szerveztük, az volt a legmeghatóbb, hogy a gyerekek milyen nagyon könnyedén tudtak lépést tartani velünk, és napról napra, tehát minden nap bele tudtak helyezkedni abba a helyzetbe. A művészeti tábor során a gyerekek fejleszthették a kézügyességüket is, amely fontos szempont volt a szülőknek a tábor választásakor. Nagyon érdeklődik mindenféle művészet iránt, nagyon szeret rajzolni, zenél is, úgyhogy mindenképpen ez neki megfelelő volt. Sokkal jobban érezte magát, mint először számított rá, és hát nagyon fáradt volt, mint egy sporttáborban lett volna legalábbis. Nagyon elfáradt, de tetszett neki, élvezte. Szerintem fontos, hogy ezzel foglalkozzon később is, nem hivatás szerint, inkább hobbiként, hogy jól érezze magát, örömét lelje benne, csak ilyen szinten szerintem. Az öt nap alatt nem csak remek művek, de barátságok is születtek a palettata táborban, ahol a gyerekbarát foglalkozásoknak köszönhetően sokkal közelebb kerültek a fiatalok a művészethez.